Azokra a kérdéseinkre, hogy mikor és hogyan alakult meg a csobogó, Jenő válaszolt nekünk, aki a csapat alapítója, énekese és dalszerzője is. 2013-ban, amikor meghívtak Kölesre, Csúcs Endre kiállítására, akkor olyan dalokat vittem, amik számomra kedvesek voltak, nyilván nem gyerekdalokat, hiszen egyedül voltam ott. Majd ennek folytatásaként 2014 áprilisában a költészet napjára ismét meghívtak. Együtt dolgoztunk Fenyvesi Gáborral egy cégnél, egy pénzügyi cégnél, és tudtam, hogy ő is szereti a szép dolgokat, a zenét, mindenféle zenét, azt is tudtam, hogy rock, blues, és megkerestem, hogy figyelj Gábor, volna egy kedved, én egyedül nem szeretek zenélni, vagy sokkal jobban szeretek zenélni közösségben, csapatban. És akkor mondta Gábor, menjünk. Úgyhogy elmentünk így ketten, egy ilyen kétbongós, meg egy szárgitáros formációval. Ott volt velünk Decsikis János is, tehát mondhatnám, hogy a szüléskor, a születéskor Decsikis János volt a bába ezen a kiállításon, illetve költészetnapi eseményen. Majd 2016-ban Szálkán, ez is Jánoshoz kapcsolódik, összefutottam Decsikis Andrissal, meg hát sok más gitáros fiatallal, és akkor jamelgettünk, és tök jól éreztük magunkat, és ott a beszélgetés közben megtudtam, hogy Andriss fuvolázik. És aztán mondtam a Gábornak, hogy mit szólnál hozzá, hogyha egy fuvolistával kiegészülnénk, ők is ismerték egymást, így aztán találkoztunk egy cukrászdában, úgyhogy 2016-ban hárman lettünk, majd kerestünk, szerettünk volna tovább lépni, kerestünk egy énekelni tudó csellista hölgyet, aminek az eredménye végül is Horváth Tamás lett. Mert hogy a hirdetésünkre senki nem jelentkezett. Tamás több éven keresztül muzsikált velünk. Sajnos a munkahelyi elfoglaltsága miatt ősszel nem tudta velünk folytatni. Így aztán Andrissal megkerestük Nemes Andrást, ő is András. Úgyhogy van két Andrásunk, meg négy júniusi tag, mert hogy nagyon fontos kitétel volt, hogy csak olyat veszünk fel a zenekarba, aki júniusi, mert már augusztusiból többet nem kérünk, illetve az augusztusi elhagyott bennünket. Úgyhogy így vagyunk most csobogóval négyen. A csobogónak négy tagja van. Fenyvesi Gábor, Decsikis András, Nemes András és Baboti Varga Jenő, aki arról is mesélt nekünk, hogy milyen stílust képviselnek. Mi úgy gondoltuk, hogy legyünk valamilyen mások, legyünk a saját zeneízlésünknek megfelelő stílust válasszuk, és ehhez itt a csobogóban is ragaszkodunk. Nyilván nem tagadjuk le azokat a gyökereinket, amiről az imént beszéltem, hogy rockzenén, blueson, mindenféle dallamos popzenén szocializálódtunk. Persze vannak régebbi műfajok, amik azért itt nem jelennek meg, tehát diszkót azért nem játszunk, nyilván. Azért az mégsem, bár hallgattunk azt is annak idején. Úgyhogy nagyon széles azt gondolom a zenei palettánk, mert vannak bluesos dalaink, vannak jazz elemeket, swinges dalaink, vannak rock elemeket tartal. Mindenféle van, van néhány olyan dalunk, amiben itt-ottam ott a népzenei hangulat is megjelenik. Igyekszünk egyedivé válni. Aztán, hát eddig úgy tűnik, hogy sikerült, aztán majd meglátjuk, hogy a jövő mit hoz még. Amikor főiskolás voltam, én sokat jártam Fehérvári dalos találkozóra egyedül. Nem nagyon rúgtam labdába, sőt egyáltalán nem. Ott a 70-80 részvevő közül a futottak még kategóriába tartoztam. De talán a másik vagy harmadik alkalommal Ladányi Mihály költő, aki már sajnos nincs köztünk, oda jött egyszer hozzám, most mondta, hogy fiam, lehet, hogy nem te vagy itt a legnagyobb gitárvirtuóz, igaza volt egyébként, meg a legjobb énekes, abban is igaza volt. Remélem a másikba is, mert harmadszorra pedig azt mondta, hogy viszont az biztos, hogy azon kevesek közé tartozol, aki nagyon jól megtalálod a vers hangulatához illő zenét. Nyilván egy dalból úgy lesz végül produkció, hogy a zenekar valamennyi tagjának benne van az ötletet. Tehát én hiába hozok bármilyen számomra fantasztikus ötletnek tűnő dalocskát, hogyha srácok erre nem vevők. Én azt el szoktam fogadni egyébként, tehát nem csak problémát. Most például a legutóbbi próbán csütörtökön Csukás Pista bácsinak a felnőtt verseit
próbáljuk most Bandival azokat a dalokat, amiket ő még nem ismer. Az egyik dalban, amit az édesanyjához írt, új ötletek, tehát új ötletekkel gazdagodott, a vokálba olyan remek ötlete volt Gábornak és Andrásnak, amit hát még nincs vége, hozzáteszem, csak akkor kezdtük el, de olyan tök jó érzésekkel mentünk az a próba után, a Gábor úgy köszöntük el egymástól, hogy ez igen, ez egy baromi jó próba volt. Utána elkezdtünk Csukás Pista bácsinak a felnőtt verseivel foglalkozni, és tavaly a születésnapja az április 2-a, és akkor vetődött fel ez a gondolat, hogy csináljunk még további verseket, majd amikor a Versünnep Fesztiválon külön díjat nyertünk ezzel a dallal, akkor úgy megerősödött bennünk, hogy igen, akkor foglalkozunk Pista bácsival, és gyakorlatilag a másik Csukás című műsorunk az erre épül, hogy jellemzően abban a 16 dalban Csukás Istvánnak a felnőtt verseiből válogattunk, illetve azoknak a barátoknak vagy pályatársaknak, akik elindították őt ezen a mese vagy gyerekvers vonalon, mint Kormos István, vagy a legjobb barátjai közül Kányádi Sándor, illetve Dicső Zsoltnak is van abban egy verse, mert hogy Lázár Ervin volt a legjobb barátja, hiszen a temetésén is Pista bácsi búcsúztatta, viszont nem találtunk olyan hangulatú verset Lázár Ervintől, ami ebben a műsorban illett volna, és akkor Dicső Zsolt írt egy kis balladát a két embernek a barátságáról, úgyhogy azzal fejezzük a műsor. Tehát tulajdonképpen most ez az egyik. A másik műsorunk a Szavakon túl, ami arról szól, hogy illetve ami úgy áll össze, hogy részben az előbb említett Csukás versek közül válogattunk oda, illetve miután nagyon sok olyan dalunk van, amit szekszárdi költő vagy költők versére írtunk, itt Babicstól kezdve Baka, Jánosi Gyuri, Dicső Zsolt, Kispál Pista, remélem nem hagytam ki senkit azok közül, bár van Darvas Erdi bácsitól is egy árdeventi dalunk, de nyilván azt most ebben a műsorban azért miután nem annyira időszerű, ezt nem tettük bele. Úgyhogy a másik műsor, ez a bizonyos Szavakon túl, az pedig ezekből a dalokból áll, tehát részben szekszárdiak, részben Csukás Pista bácsi verseiből. Hogyha nagyon vissza akarok menni az időben, akkor olyan általános iskola, második, harmadik osztály, tehát miután már otthon a teniszütőre is madzagokat kötöttem, hogy azzal a gitározást vagy a tamburázást imitáljam, akkor a szüleim úgy gondolták, hogy beiratnak zeneiskolába. És hát klasszikus gitárral kezdtem, majd aztán jött a billentyű, később népi hangszerek, tambura, citera, stb. Igazából gitáros vagyok, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy gitáron tudok, a többi hangszeren meg úgy szoktam játszani. Viszont itt a Csobogóban éppen basszusgitárosra volt szükség, és mivel nekem ez a megzenésített vers műfaj, amit ők csinálnak, illetve most már mit csinálunk, közel áll a szívemhez, azért hát úgy a sok-sok egyéb elfoglaltságom ellenére ez egy ilyen szívből hozott döntés volt, hogy igent mondtam. Miért szeretek zenélni? Hát azért, mert zene nélkül a világ nem lenne az, ami. Zene nélkül nem tudnék létezni. Tehát ez valahol olyan mélyen benne van a zsigereimben, hogy nem tudom az életemet elképzelni nélkül. Hát nekem ez jutott, amit itt látok előttem, minden, amit lehet ütni és csapkodni, az az enyém. Van elektromos dobom, vannak akusztikus ütőfelületek, de a metalofontól sem riadtam meg, van egy olyan dalunk, amiben éppen azt kell használnom. A zene az első 3,5 évben az utálatot jelentette. Tehát nekem fél órákat kellett gyakorolnom fuvalán, és minden nap, szombat, vasárnap is nap volt, fél órát, édesanyám hegedült fiatal korában, ott állt mögöttem, ő aztán hallotta, hogyha valami nem úgy megy, és hát sírban nagyon nehéz fuvalázni. Amikor Wilhelm Popot nem tudtam, gyönyörű darabokat ír, de rettentő technikás, tényleg rettentő. Aztán a negyedik évben történt valami, amikor egy akkor nekem tetsző dalt el tudtam puvalázni, csak úgy kijött a csőből. Hát ezzel élet is lehet, nem csak a Wilhelm Popot, onnantól kezdve mi adom a fuvalát. Aztán elkezdtem gitározni, itt a Csobogóban 1, 2, 3, 4, 5 féle pengetősen, illetve fuvolán játszom. Hát többiek is pengetőznek, úgyhogy nekem a fuvola marad nagyon sokszor. De szeretem.
Idén júniusban ünnepli az együttes a 10. születésnapját, erre a jubileumi alkalomra nagy örömmel hangolnak készülnek a zenészek.